Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Tavaly már ültem ugyanígy, csak akkor még zöldebbek voltak a növények, és melegebb volt, hiszen nyár volt, most pedig tavasz felé közeledünk, de hát még mindig kell a kabát. Viszont már van olyan jó idő, hogy rollerre lehessen pattanni. Akkor a Ninebot-tól a Kickscooter E45E-t teszteltem, most pedig a Gobu küldte el a legújabb modelljét a Segway-nek, vagyis a Ninebotnak, ami nem más, mint a Kickscooter D18E. Ebből a modellből pedig létezik D28E, valamint D38E is, minél nagyobb a számozás, annál nagyobb a hatótáv és annál erősebb motorral rendelkezik a kétkerekű. A mostani videóban viszont a D18E-t fogom bemutatni nektek külsőleg, illetve milyen hatótávval rendelkezik, hogyan kell összeszerelni és mennyire könnyű hordozni, plusz az alkalmazás milyen, ami hozzá tartozik. Meglehetősen méretes csomagolásban érkezik a GLS-es futár barátom, föl is hívott, hogy tudod, hogy egy fél szekrényi az, ami jön neked körülbelül, mert küldtek még más is a Gobútól, és mondtam, hogy igen, segítek természetesen. A nagy dobozban pedig ez a majdnem 15 kg-os, egészen pontosan 14,8 kg-ot nyomó roller volt található, emellett pedig van néhány csavar, egy csavarhúzó szerűség, valamint egy töltő is, hiszen azért nyilván az akkumulátort valamivel meg kell etetni. Maga a roller pedig két színben érhető el, egy narancssárga variáns, ez látható most itt, illetve egy citromsárga kivitelben is megvásárolható, hát nyilván kinek melyik tetszik. Nagyon minőségi, érezhető minden egyes pontján, hogy azért ez össze van rakva, egy-két apró recsenés, roppanás van még az első kilométereken, amikor így összeáll a fém, és tényleg minden oda rendeződik, ahova kell. Amikor kivesszük a dobozból, akkor még nyeklik-nyaknik minden, hiszen össze kell rakni. Ehhez ugye a kormányrudra rá kell helyezni magát a kormányt, négy darab csavarral kell oda erősíteni alapvetően. Mellé kell is a gyártó, illetve hát maga a Gobu is egy ilyen kis számot, de hát én vettem direkt egy ilyen Xiaomi kitet, ami könnyedén használható ilyen helyzetekre is, és pillanatok alatt be tudom csavarni a négy darab csavart. A kapaszkodó tényleg jó fogással rendelkezik, gumírozott, tehát nem csúszkál rajta a kezünk, illetve van csengőnk is, amivel tudjuk jelezni a járókelőknek, vagy éppen más rollereseknek, hogy mi éppen érkezünk. Ugyanak pedig, hogy összeszereltük, tényleg minden masszív, és a bal kezünkhöz került az a kis fék kallantyú, amivel adagolhatjuk magát a féket. Elég egyszerűen működik, és hátul pedig van még egy ledes lámpánk is, ami alapvetően tud világítani, hogyha felkapcsoljuk az első lámpát is. Hogyha pedig fékezünk, akkor villog, ennek köszönhetően tudjuk jelezni a mögöttünk haladóknak, hogy mi meg szeretnénk állni, vagy pedig lassítunk. Az előlévő lámpának pedig nagy a fénye, és egy gomnyomásra be tudjuk kapcsolni, majd erről pontosabban szót is fogok ejteni, hiszen van egy kijelzőnk, amin láthatjuk a sebességet, hogy milyen üzemmódban használjuk a rollert, illetve alapvetően azt is, hogy működik a lámpa, avagy sem. A jobb oldalon pedig a markolat mellett ott van a kis kallantyú, amivel a gáz, tehát a sebességet tudjuk adagolni. A maximális tempó 25 km/h, nyilván ez Európai Uniós szabályozás, tehát nem függ attól, hogy ez most melyik típus pontosan, ennél többel az Európai Unióban nem mehetnek ezek a rollerek, de hát nyilván alattam azért kipróbáltam, hogy mennyit megy, sík terepen 20-22 km/h-ig tudtam felgyorsítani. Én azért vagyok jó 97 kg, persze sokat edzek, csak is azért, nem azért, mert sokat eszem, de hát még az egész korrektnek mondható, így is jóval temposabban lehet haladni, mint mondjuk gyalogosan. A rollernek a teljesítménye pedig 250 watt, de ez nyilván lehet erősebb is, hogyha másik kivitelt választunk, ugye a D28E az, ami már 300 wattot tud, illetve a D38E, ami már 350 wattot, hát nyilván ennek megfelelően változik tényleg a teljesítmény, illetve az ár is, de a maximális tempó az nem változik. A hatótáv ellenben igen, hiszen ez a roller maximum 18 km tud megtenni egy feltöltéssel, az egyel erősebb már 28-at, a kettővel erősebb pedig már 38 km-t, tehát ha valaki nagyobb távokat rollerezik a munkahely, illetve a lakása között, akkor érdemes ennél egy kicsit erősebb megoldást választania. IPX5 védettséggel rendelkezik, ahogy lenni szokott a roller, nem használjuk esős időben, hiszen az akkumulátor itt a talpazatban található, és nem tesz neki jót, hogyha a víz éri. Egyébként az akkumulátor 5100 mAh kapacitású ebben az esetben, és nagyjából 3,5 óra alatt fel lehet tölteni. Itt van egy ilyen kis gumi a talpazat előtt, amit hogyha kinyitunk ezt a kis ajtócskát, akkor ott lehet hozzácsatlakoztatni a töltőt, szóval egész gyorsan teliszik be magát naftával. A kormányrút kialakítása minősége, az alján pedig van egy ilyen kis billenő, igazából az előtte lévő kis csúszkát, hogyha fölemeljük, akkor lehet lebillenteni ezt a kallantyút, és onnantól kezdve pedig már össze is lehet csukni egy pillanat alatt. A csengőnél lévő kis részt kell hozzácsatlakoztatni a hátsó sárvédőn lévő kis ponthoz, és onnantól kezdve pillanatok alatt föl lehet emelni. A művelet pedig néhány másodperc, így pedig, hogyha esetleg buszra szállunk, vagy beszeretnénk
szeretnénk rakni a rollert a hátsó csomagtartóba, akkor tényleg másodpercek alatt megtehetjük mindezt, vagy ki is tudjuk venni, össze is tudjuk rakni. Tényleg könnyű hordozni, persze a majdnem 15 kg azért nem éppen a hölgyeknek való, szóval hosszú távon így vinni nem egyszerű feladat, de hát mi pasik azért valószínűleg el fogjuk ezt bírni. Amit még nagyon fontos tudni, hogy 10 incses gumikkal rendelkezik ez a roller, mindelől, mind pedig hátul. Viszont föl kell fújni, tehát hogy a defekt az még veszélyes lehet, mindenképpen kerüljük el a nagyobb ugratókat, vagy esetleg a hepehúpásabb, göröngyösebb buccakaszokat, ahol esetleg valamilyen sérülés érhetné ezt a gumiabroncsot, mert utána hát nem tudjuk majd fölfújni, és a cseréje pedig hát nyilván nem kivitelezhető abban a pillanatban, amikor ez megtörténik. Annak ellenére, hogy nyilván a pumpáláshoz az egyébként egy ilyen átalakítót a Ninebot. Ami szuper, hogy be lehet állítani egyébként applikáción keresztül a visszatermelés, vagy a rekuperációnak a mértékét, amikor elengedjük a gázpedált lényegében, vagy kallantyút, akkor képes lassítani a roller, és ennek a mértékét is konfigurálni lehet. Viszont milyen alkalmazásról beszélek? iOS-re, vagy éppen Androidra lehet letölteni a Ninebot Segway névre keresztelt applikációt. Amikor ugyanis először a gombbal bekapcsoljuk a scootert, vagyis a rollert, akkor elkezd pittyegni nekünk elég idegesítő módon. Ez azért van, mert párosítani kell az applikációval. Igazából be kell jelentkezni, vagy létre kell hozni egy fiókot, utána pedig már hozzá is lehet adni a rollert. Bluetooth-on keresztül épül fel egyébként a kapcsolat a telefon, illetve a roller között. Néhány másodperc alatt megtörténik mindez, utána pedig, hogyha aktiváltuk, tehát rányomtunk az aktiváló gombra, akkor meg is fog szűnni ez a kis csipogás, és utána lehet beállítani az applikáción keresztül például a visszatöltésnek a mértékét, hogy gyengébb legyen, közepes vagy inkább erős, hát nyilván minél erősebb, annál jobban fékezi önmagát a roller, de van ugye fékünk is, ami bovdenes megoldású, és egész jól tudja lassítani a rollert. Ezen kívül be tudjuk állítani azt is, hogy gyalogos üzemmódban közlekedjünk, ilyenkor 5 km/h maximalizálja a sebességünket a roller, hogy véletlenül se üssünk el járókelőket. Amúgy a gombnak a segítségével nem csak az első lámpát lehet bekapcsolni, hanem ezen kívül, hogyha kétszer megnyomjuk, akkor a módok között is tudunk váltani. Van Eco, amikor lassabb a roller, van Normál, amikor hát olyan nagyjából 20-szal lehet száguldozni, és a Sport, amikor minden kakaót ráad a roller, és megpróbálja elérni a 25 km/h-t, és hát nyilván emelkedőn fölfele azért lehet használni. A maximális terhelhetőség a gyártó szerint ennek a D18E-nek 30 és 100 kg között található, hát nyilván, hogyha már a D38-et választjuk, ott már 120 kg-ot ír a Ninebot. Itt is azért el lehet térni valamennyire egy 10-15%-ot, de nyilván akkor lassabb lesz a roller, illetve nehezebben fog gyorsulni, plusz a hatótáv is kisebb lesz, tehát érdemes betartani azt, amit a gyártó előír. Az én tapasztalatom az, hogy mindennapi használatra egy ilyen D18E is bőségesen elegendő, de ha valaki dombon lakik, vagy éppen olyan hegyre kell felszaladnia rollerrel, ami már tényleg kaptatósabb, akkor a D18E az felejtős, mert ahhoz már nem elég erős, akkor inkább a drágább, illetve erősebb D28-et vagy D38-et kell megvárni. Mindegyiket egyébként meg lehet tenni alapvetően a Gobónál, hiszen azért a leírásban található linkre kattintva ezt bármikor meg is lehet tenni. Van kupon, szóval érdemes a linket használni, illetve hát ajándékként járhat még egy fejfedő, vagyis egy sisak is, direkt azért, hogy védjük a kis buksinkat. Ez azért sokat segít, mert azért a rollerezés szerintem nem túl biztonságos, nem véletlenül akarnak kitalálni különböző szabályokat. Főleg nekem az a problémám a rollerezéssel, hogy nem igazán lehet az irányunkat jelezni, hogy merre kanyarodunk, mert hogyha elengedjük az egyik kormányt, akkor bizony instabillá válik a működés, eléggé profinak kell lenni hozzá. Én így csináltam a vágóképeket, tehát ez az, amit otthon ne csináljatok, erre szokták kiírni és mondani, mert eléggé életveszélyes egy kézzel kormányozni a rollert, meg lehet persze tenni, de amúgy egy stabil, strapabíró és jól kinézettel rendelkező roller ez a D18E, nekem nagyon bejön, nem vagyok egy nagy rolleres, de igenis ezzel fogok közlekedni majd a következő időszakban, legalábbis rövid távokon biztos, hosszú távokon pedig ott a robogó vagy éppen az autó, de még mindig környezetkímélőbb egy ilyen jármű, illetve ezzel a két kerekűvel olyan helyeken is tudunk szaladgálni, ahol esetleg motorral vagy autóval nem. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó roller, ha valakinek erősebb kell, akkor pedig van belőle erősebb is. A Gobónál pedig meg lehet vásárolni, spanyol raktárról jön, tehát nem kell vámot vagy áfát fizetni, hanem ami ki van írva, annyit kell fizetni. Ez pedig aképpen alakul, hogy melyik modellt választjuk. A D18E-nek az ára, hát átszámítva most, amikor elég rossz a forint euró, akkor 133 ezer forint, az erősebb a 161 ezer, és a legerősebb D38E pedig 188 ezer forintot kóstál. Nyilván utóbbinak például Xiaomi-nak ott van már a Mi Electric Scooter
Razer Pro 2, ami az ellenfele, vagy éppen az elsőnek az Essential, de azért ez egy picit jobb, picit gyorsabb, kicsit többet tud elmenni egy feltöltéssel, és nyilván a Ninebot az igazából a Xiaomi fölött helyezkedik el, mint teljesítmény, mint pedig összeszerelési minőség tekintetében, szóval én azt mondom, hogy azért el kell gondolkodni egy ilyen rolleren is. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban is, plusz ne felejtsetek el követni TikTokon. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!